Magasabb fizetések kellenek, elkerülhetetlen a két számjegyű béremelés. Erről beszélt Parag László Miskolcon a Kamara napján. 24 évvel ezelőtt alakult meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A küldött gyűlésen a béremelés mellett szó volt a térség gazdasági szerepéről, a csökkenő munkanélküliségről és a munkaerő megtartásáról is. A térség gazdasági életének kiemelkedő szereplőit ismerték el a Kamara napján. Bihari András és családja már 25 éve üzemelteti a miskolctapolcai Bástya Hotelt. 25 év alatt ide jutottunk, hogy van éttermünk, konferenciatermünk, közel 50 szobánk, wellness részlegünk. A gazdaság szolgálatáért elnevezésű kitüntetést vehette át Dajcs Miklós, a Kalipszó étterem tulajdonosa. A vendéglő csak nem 30 éve működik a belváros szívében. Nagyon nagy elismerés, tulajdonképpen nem számítottam rá, amikor először fölhívta a telefonon, és közölték, hogy mire készülnek, nagyon meglepődtem, nem is tudtam szóhoz jutni. A Kamara napján elhangzott, nőtt a térség gazdasági szerepe az országban. Miskolc polgármestere úgy fogalmazott, az elmúlt évek gazdasági fejlődése alapján lépésről lépésre haladt felfelé a város, az ország nagyvárosainak versenyképességi ranglistáján. Segítettük a már meglévő, évtizedek óta stabilan itt tevékenykedő cégek megerősödését, és új, kiszámítható partnernek bizonyuló nagyvállalatokat csábítottunk ide. A rendezvény egyik kiemelt témája a magyar gazdaság jövőképe volt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy a tényleges reálbéremelkedéshez elkerülhetetlen lesz a két számjegyű béremelés. Ennek viszont csak egyetlen egy feloldozása létezik gazdasági szempontból, a termelékenységnek és a hatékonyságnak a növelése. Tehát, hogyha a cégek nem tudnak termelékenységet növelni, akkor egész egyszerűen ezen a rostán ki fognak hullani. Parag László hozzátette, a magyar munkáltatók ma már nehezebben találnak munkavállalót, és Borsodban is az a kérdés, hogy hogyan lehet itt tartani a munkaerőt.